Sziasztok, időre lesz után! Folytatjuk a Phoenix Fart észletően Justice War 4. epizódját. Tehát az első perre túlulestem. Azt kérték, hogy már az első napon mentsem fel Engardot, de sajnos esélyem nem volt erre. Mert kiderült Adrian Andrewsról, hogy a valódi bűne az volt, hogy ráterje a Johnot az, hogy bizonyítékot hamisított. És emiatt ő Adrian Andrews-t is letartóztatták. Ezért tehát... Hát már ő is gyanúsítottá vált. Március 22, 5 óra 24 perc. Délután Bright & Co. törvény. Egyfolytában sír. Ezt nem bírja elviselni. Még minden ilyen bejöhet. A feltétel az volt, hogy nem bűnös ítéletet kapni. És a túlszét már tartotta a szobát, és nem bántottam el. És nem fogja, mert Engard még nem lett bűnös. Még nincs időnk sírni. Tovább kell menni. Már sokkal nagyobb fájdalmat érez, mint ő. Gumshoe detektív megérkezett. Scrappy! A volatlan! Hát fölkönyvével megerőlt az ápolat. Most beszélni akar velem. A jövő? Most mit fogsz tenni? Hogy érten? Ki vagy rúgva? Van úgy munkád? Mit kéne? A következő fizetésig nincs semmi, ahová mehetni. Miről beszélsz? Nem lesz még egy fizetésed. És itt akarna dolgozni. Mit mondtál? Tárgyakat keresel, ami bizonyítják Engard átokonságát, ugye? Igen. Akkor segít. Sok tavasztalata van a nyomozásban, de... És emberek helyszínét figyeli. Hát például kajákat is tud készíteni. Hát a tészta a kedvenc... Kedvenc, amit csinál. Szóval egészségtelen olcsó kajákat eszik. Edgeworth. Először látta Edgeworth-öt így viselkedni. Hát sose gondoltam volna, hogy nem érdekli az, hogy Andrews öngyilkos akart lenni. Igen, ezt mondta. De mivel ezzel fenyegette, ezért derült ki az igazság. Igen, Andrews utolsó valomás. Hát semmi különös nem volt a valomás. Valami ebben az egészben egyáltalán nincs rendben. De vajon miért akarta egyáltalán hamisan megvádolni Engardot? Ez nem tud rájönni. Hogy a valomás a hazugság volt? Hát én többről lehet szó. És ez az, amit Edgeworth szeretne elhívni. Hát igen, ez egy piszkos túl. Hát ez az ügyésznő is jobb, mint én.
Gondolj, az Akutal van mi híret? Nem lőtték le ezen reggel? Egy pisztolyjal lőtték le. De jó van, ugye? Edgeworth ezt mondta, hogy stabil állapotban van. Igen, de vállon lőtték ki. Hát bizonyára már kivették azt a golyót a vállából. És most a kórházban fekszik. Melyikben? Öccsi, meg akarod látogatni? Hát gond... Hogyha fad a szívem. Hát kínozva érzi magát a halál miatt, hogy nem lehetett ott a tárgyaláson. Hát jó lenne neki, hogyha hagynám, hogy leostorozzon. Hát ez durva. Hogy hagyjuk, hogy leostorozzon. Hát nem szívesen menni. A Fotti klinikámon. Hát nem elgazdhatom fájdalmat, hogyha azt mondjuk szia. Fotti klinik. Recepció. Nem gondoltam volna, hogy visszatérek ez a hét. Megint vakarja magát! Jöttél látogatni egy pár színt? Szél. Csak te vagy... Ott igazgató. Miért vagy itt? Segíthetek? Nem mondhatok. Már Edgeworth is megérkezett. Te vagy az az ember reggel. Mi az? Hogy van Franciska? Nem kell aggódni. Jó kezekben van. Jó, vigyázott rá. Ez a dolog a sebészeti jól ment. Gratulálok. Úgy tűnik nem tudsz igazgató titkáról. Hát nagyon meg volt rémülve. Hát de megérti, mert az elefele egy fegyver volt. Hát amikor belenézett a titkába, nagyon hangosan kiáltott. Értem. Egy aranyos! Amikor megtette, leastorozta. Hát úgy sét, mint egy baby. De úgy tűnik megszok. De már is astorozta. Hát elfogadatlan, miért nem lehet látni, hogy megsérült. Hát persze, hogy kegyetlen. Tulipán! Nem is értem, miért hoztam magába azután, milyen kegyetlen volt. Tudtam, hogy nem kellett volna idejönni. A lövés. Szóval mi tárgyalás kellős közepén, de most előtte, még mielőtt elkezdődött volna, akkor valaki a jobb vállán lőtte le. Hát minden alkalma ilyesmi történik, hogy valaki rád lő. Hát volt szándék, amíg bejönnél a tárgyalásra, amíg ilyen fájdalom van. De az sok lett volna. Hát úgy tűnik, mintha halálosan félt volna addig, amíg...
vagy egy pár percig. De az azt ugye az Edgeworth küldte ide. Elkapta, és aztán idáig elcipelte. Hát ez volt az egyetlen megoldás, hogy kivegyék a golyót a vállából. Hát bizonyán altot tette, ha tudjuk kivel. De hát ez, igen, az, amit az első nyomozásban hallhattunk. Ez ajánlott. Ez most tagadja, hogy... Igen, tagadja azt, hogy... Hogy ajánlatot tett volna Andrewszal, hogy ne tegyen valomást. De most egy bizonyítékot követelsz? Hát, tagadod? Hát ez szerencsém volt. Ez vége lett volna, tárgyalásztok, ha ott lett volna. Ez nem az ő gondja. Az egyetlen dolga, hogy inkább a bűnösnek találja a gyilkosságot. Andrews hitte neked, amit mondtad. Hogyha nem mondod el az igazat, hogy mi történt, akkor inkább a bűnösnek találja. És ugye ennek köze? Hogy bűnösnek érzi magát, de engem. Mert hitte neked a végén. Ez semmi köze hozzá, hogy csak gyenge volt. Egy pillanat. Hát persze, hát hiába aktájába dobott, hát úgy támad, hogy egy oroszlán szegi. Hát most kivág engem. Hát biztosan nekem volt előnye a beszélgetés között. Most elsősorban következik. A majd per. Mi történt a pered Edgeworth-ről? Nem, az nem te voltál. Tudtál Andrews helyzetéről. Hát kényszeríthetted volna, hogy tegyen valamás rengedegszerre, hogyha akartad volna. De ilyen messzire menni. Nem is tett volna valamás, hogyha nem adok, addig, amíg nem adok semmit. Hát a tárgyás az igazság kertje. Fronton akarta tartani magát, amikor ott állt. És azt akarta, hogy tanult egy ugyanazt, mint ő. Ez természetes. Adrian kártyája. Elég mérges voltál a mai nap. Ez... egyedízt tőled. Amikor követelte azt a kártyát. Hogy van fogalma arról, mint tett. És el sem hitte, hogy elrejtette azt a lapot. Mi a fene ez? Úgy érde ez. Hát ez...
Ez van titkos információ. Hát kevesen tudnak erről. Itt a feladat az, hogy a tulajdonosát kideríteni erre a kártyára. És akit úgy hívnak, hogy Shelly the Killer. Aki egy bérgyilkos. Ez már benne van a bizonyítékban. Most jött a bérgyilkos. Akkor ki ez a Shelly the Killer? The Killer név az a bérgyilkosok... Hát nem tudom miért. Szóval a bérgyilkosok hívják magukat úgy, hogy The Killer. Száz évvel ezelőtt volt az első megjelenése. És Shelly a harmadik... Az olyan bérgyilkos, a The Killer. Szóval az a kagylós lap azt azért teszi oda... Akkor nevezi magát úgy, hogy Shelly. Hogy ebből tudjuk, hogy mit hívják őt Shelly The Killernek. Tehát, és az a dolga, hogyha valakit megölt, akkor tegyen oda egy kártyát. És miért tenne ilyet? Hát bizonyára ez a kötelessége a kliensét számára. Ha oda tesz egy kártyát, akkor a kliense már biztos lett abban, hogy megölte az árvatát. Ez biztosításként... Ez biztosításként teszi oda, hogy a klienseit ne tudják meggyanúsítani. The Killer bízik a klienseiben is magában, de... Ez a bérgyilkosok becsülete. Szóval, hogy a bérgyilkos tette azt a... Gyilkosságot az úgy tűnik. És ez bizonyítja. Majd állapota. Hát valamit észrevett a pen. Hát elég furcsán viselkedtem. Valami gond van. Hát el kell mondom. Hogy már elrabolták. Hogy mit akarok, vagy mit akar túlszétő? Felmentést. Értem. Nem tudtam. Egy akciócsoportot küldt, hogy megtalálják még hónapig. Na, adod ezt, egy... De nem akarja, hogy ezt tegye, mert még nem is biztos, hogy meg lehet találni. Mert nincs semmi nyom erre. Csak úgy lehet megmenteni, ha a felmentést teszek. Szóval valami sem tudnunk kell. One Corridor Shelly the Killer meg. És a kliens, aki felbére, az Matt Engard. Ő szóval a kliense. De ez nem akar... Nem akarja. De ha folytani akar a nyomozást, akkor szükségem lesz. A hotel tele van rendőrökkel. Hogy újabb nyomokat keresenek Shelly the Killer... miatt. Hogyha ezt magammal viszem, akkor biztosan megengedni. De érdekes szöveg van benne, amit jobb, hogy jobb nem elolvasni. Most elkészültek egy teszt majd a megmentésért. Találkozunk még később.
gondolod, hogy Engard bérete fel a bégyikost? Nem lehet. Hiszen nem volt Psylocke-ja. Most már ugye következik. Az a kérdőjeles. Hát, és túlszerető is tud elég ügyetlen. Hogy egy lapot... Még hogyha azt is mondta, hogy... Itt az idők körülnézni. Na és kérdője. Mi ez a hely? Úgyhogy nincs hotel. Videók van? Ott. Majd később aggódom ezért. Hát nyomokat kell talán. Megmutathatja a tesójának, Isten kiutat. Tehát a következőt kell csinálni. Nyomokat kell itt találni. De van egy vagy két fontos dolog, amit itt mindenképpen el kell érnem. Ha ezt Maja nem adja meg, akkor Phoenix vagy bizonyára nem jutott volna előrébb. Ezért irányíthatom Maja. És először is kezdjük ezzel. Mi ez az antenna? DCR? Mit keresít egy antenna? Most ezt a plussátot nézzük meg. Hogy mit keresít egy plussállat? A kanapé. Ez egy medve. És figyelj, aranyos. Hát... Kíváncsi, hogy ez egy puzzle vagy ilyesmi. Most ezt... Egy érdekes kép van itt. Egy nőről. És egy aranyos. Van ide rá van írva. Nos. Szerelemmel. Szelezt. Ez biztosan egy fontos nyom. Már csak egy dolgot lehet tenni. Be van zárva. Hát a kártya az nem használt, szóval nem tudok kijutni. És egy kis lyuk van, de... ez alatt. Ha egy kicsi lenne, talán ki tudna jutni. De itt csak egy macska tud kijutni. Na ez nem fog menni. Nem hagyhatom, hogy itt van. Jaj! Baj van. Tudjuk, brágy. Hogy maradjak együtt. Ha nem, akkor vannak olyan utak, amiben segíthet. Áj, de durva! Halott ember nem mondhat meséket. Hát már mondtam, hogy így vérgyük. Hát nem lehetett olyan hülye, hogy... És gondoskodik róla, hogy... Ugye ezt nyitva adja. Nem mindenki... Miért mondjam el? És még bántott! Ezt a geciséget! Mindjárt jövök!
Szóval, amit tehetem, mint majáként, az, hogy... hogy megtalálni egy nyomot. Tehát ez egy fontos bizonyíték, ami bizonyára nála lehet. Mr. Nick? Edgeworth távozott. Hát nincs más választása, mint hinni. De a történetét még egyszer meg kell. De már nem térünk vissza. Na, ide nem kell menni. Március 22. Büntetőcenter látogatói szoba. Máma nincs. Hát sok kérdést kellett feltenni. De most mondtam neki, hogy Phoenix Wright. Szóval küldön nekem egy üzenetet. Engartól. És mit írt? Hát ez is bizonyosan fontos lehet. Az ügyvéd fickónak majd fontosak kell mondanom. Oh, Mr. Van. Van egy szívességem számomra. Van egy Sue nevű macskám. Amikor elhagytam a házat, nem adtam még egy kaját, tehát bizonyán éhes lehet. Elmenni a házadba és még etetni egy Sue-t, értem? Hát a házam a hotel alatt van. Ez borzasztó. Meg kell etetni a macskát. Mert jegyzete. Március 22, Kate Walter Hotel. Hotel elcsalnok. Ember viszlei. Gyere nyomozni. Nem lehetsz be. Már megjött az a... űrlét. Viccsétek egyszer gyöny. Mert megint rossz fickó tartja magát miattam. A szívét, egyszerű szívét akartam. És megint megöl. Hold meg. Tartsa, távol kellett tőle. Olyan sisakja van, de... ami nem tud se bevenni, se ki. Tehát így egyértelmű, hogy jó van. És most nem akarja, hogy nem engedve. Hogy azt kell, hogy győzzem le. Itt az idő. Gyilkosság napja. Igaz, meg kell mutatni. Jipu!
Ez a parfümje. Ferva de amor, amit éret. Engednéd ezt a ügyvédes fickót a nyomozásra? Mászik? A törültödik ezsőt a földtől. Csak azért enged, mert egy ezt mondta. Vagy más is meg kell tenni. Ha valami rosszat teszek, még akkor basszatni fog. Hát nagy érzelmé van. Az érzelmeket meg kell veszélni és megoldani. Amikor szemben beszélek, hát... hát biztosan megpukoszom. Most mi van? Miért elfelejti? Engár szobájában nem mehetek be. Miért? Ott nyomoz a rendőrség. Bizony a te killer miatt. Szóval ne menjek oda, és egy lépés is Benny halagjával nézhetek szembe. Oké. Hová is ki? Living room. Még sötét, majd felkapcsolja a villany. Szóval én nézd ki egy sztár otthona. Hát, hogy ilyen meg dolgok gazdagok lenni. Akkor egy simán a cicát. Siú! Miau! Ő lenne az a majd cicus. Zenet, mi való macska? Miau! Tihi! Mi mágy a macskánkat? Nem ilyen felismeritek őt, ha mörösen látta. Tehátok akkor bizonyára ő lehet az a bérgyilkos, amit kiről ő nem tud. Segíthet? Ügyvédé vagyunk. Engárdé. A mesteré. Akkor Mr. Whitehead. Örül, hogy látod. Az igazi neve John Doe. A komornyit. Örök, hogy látom. Jó! Ezt meg kell csinálni. Sokat tudhatsz Engárdról. Nem hisz abban, hogy gyilkosság követhetett volna. Más se van? Nem egész. Nem is akarna beszélni először is. John Doe. Mióta szolgáld ezt a hét? Egy éve. Csak egy dolgot mond. A cicus. Na, jössz. De akkor hogy si vigyázzon rá? Azért nem is kell fordítani. Hát erre a papírra már nem is tesz szükség. Most távozik itt. Közelebb mondt. Emberek nem, hogy azok, nem azok, akinek. Megbocsátsz. Jó! Yeah.
Nem, felismertétek, itt van az a macskaol, ami belülről láthattunk, amikor olyan nyomozott éppen. De bizony ott lehet. Sajnálatos módon... Sajnos be van zárva, tehát így nem tudhatom még, hogy ott van ma. Tehát hiába próbál meg oda menni, hát nem érek fel sem. Március 22. Két volt ott a Viola Hall. Hallway. Love the heart. Városi bicikli. Hát... Igen. Igen, egy nyomozó fotográfus, aki eszik és érezik arra, hogy... hogy teljesítse küldetését azzal, hogy lefotozzon valakit. És valami nagy dolgot, nagy sztorit csináljon. Van kamerád? Kicsétegetsz! Miért nevez engem tolvajnak? Gyilkosságnak. Hát gyilkos a napján tehettél. Hát ez nem nézett körül egész végig. Néhány sztárt követett. Néhány autogramot kért. Hát ezen folyosón nem lehetett itt még a biztonsági hölcsön. Ezek szerint nem tudja senki megmondani, hogy ki jött és kiment azon az éjszakán. A botrány? El kell innen hinnem, hogy ti itt állottam? Amit vezet, amit korridáról mondtam. Hát ez jobb, hogyha nem hiszem el. Ír, ami eszébe jut. Azt ír, ami eszébe jut. Úgy néz, úgy bámulja, mint ahogy nagyapja is szokta. Vagy talán sem van csipoló. Kamera. Mi van azzal a ügyész szerint? Ezt a kamerát az ügyész nem akarja visszaadni, mert bizonyíték. Szóval azt kéri, hogy adja vissza a kameráját. Miért nem csinálod a magad a piszkostól? Itt az idő távol. Távol, hogy ezt nem tudom. No, éppen búcsúzkodik. Hehehe.
mondja, hogy mit ne tegyen, de... És oké, jól válaszol. Házi feladatom. Nincs mit tennem, úgyhogy irány ide. Corrida hotel szobája. Mi ez a fasz? Hőtálja a szemeket! Nem hiszem, hogy ez egy szem van, démon. Démon! Az a démon! Az az ülés. Köszönjük! A tiszteletét fejezi ki Juan iránt, és abban zavarom meg. Már beszélte arról. Hogy hülyére vették, hülyére vette az a fotográfus. Csak úgy... Itt bekukucskált, hogy... Mint egy ostoba. Az arcám. Ez itt is dolgozott. Korridálva említik. A legkiesebb sztár volt. Amiért számított a könyvében. Hát, hogy egységnyi ajándék. Tele van, de macikkal. Igen, az összes plusz macik. Hát ez... Lássuk az ajándékról, amit mond. De nem gondoltok arra, maci nélkül. De miért maci? Szóval, hogy Juan harcolt egy medvével. Gusztó kézzel. Hagyta a medvét nyerni, és a harc után barátot vettek. Szép melengető sztori. De tényleg ez történt? A biográfiája. És ezek miatt adod neki folyton plusznacikat. De... Vesz az a kakukk kosóra! Vesz be is kakukk kosóra! Ez egy ilyen, az biztos. Ez is az ajándékok között. Ez azt jelenti, hogy 8 óra van, de még azt jelenti, hogy alvás idő. Azért meg fog halni. 8 óra. Ilyenkor ért véget a ceremónia. Most hívnak az adóvevőn. Hello, hello. Ez nem teló. Maja, hogy van Maja? Ugye nem bántottad, ugye?
Hallotta a híreket. Hát őtik az Amerika nem tett túl sokat. Még egy napot. Megtehetem azt a felmentést. Aj, muszáj. Ez jobban kell a felmentés. Hadd mondjam majd Maja. Halljátok, ez hogy súg? Egy statikus ez a hang. Mint ha az adó bevert tört volna. Elnézést. Már leestette. Hát, nem sejti, hogy miért ilyen statikus. Hát ilyen elektronikus szakítőkkel. Ami ilyen gyorsan csak lehet. Pillanat. Jobb, nem az. Move. Vissza a törvényi irodába. Hát már csinált valamit vacsorára. Kösz. Bocs, hogy... Sajnálom, hogy főznöm kell. Így bajt okozom az, hogy főznöm kell. De nincs időm meg kaján. Nő, nincs konzervnyitóban. Hát, hogy... kérdezek bármi. Egy pillanat. Itt az idő megmutatni. Adóvevő? Kérdésködünk kell nála. Biztosan azt gondolja, hogy el van törve. Amikor beszéltem a túlszerítővel, mint a statikus sávát volna. De semmi ha. Nem hall semmi statikusat. Mintha megjavította volna magát. Egy hangos, statikus sajt hallott. Lehet, hogy... elektromagnetikus zavarás okozza. Na, erről már lehet beszélni. Mi az a elektromágneses zavarás? Szóval ez akkor történik, hogyha egy rádióhullám... nem...
valami másik szignállal lép kapcsolatba. Nem is érti ezt. Hát amikor egy teló kapcsolatba lép a kompjúterre, viccesen, de kommunikál. Kompjúter! Amikor szállítót használja a tévénél, és egy furcsán segít. Szóval erről beszél. Hát boldog, hogy már érti. Szóval a szobában volt, ott volt egy valamiféle bevakozás. Hát akkor elég is erős rádió hullám van itt. Ott. Mint egy hallgatóeszköz. Mikor történt? Korrida szobájában. A gyilkosság helyszínén. Max Weeper kell használni. Akkor műti helyszínén megy. Nyomozási idő következik. Diszket az ujja. Yeah! Nekünk is mennünk kell. Végre itt vagy. Bocs, hogy válkoztattunk. Megvan az az eszköz? Hát nem tudod szerezni magának egy rendőri buszpipot. Hát szükség van arra. De neki volt egy. Csak nem a rendőrökről. Akkor volt készítve, amikor albiskolás volt. És maga által. Ez egy szép idők. Szív és a lelke is benne van. Mert biztos, hogy működik. Ő végzi a dolgát. Hát bármilyen hallgatóeszközt megfigyel. Ami elektromágneses. Észre bármilyen elektromágneses hullámot. Akkor van itt egy hallgatóeszköz, vagy ilyesmi. És azt kell megtalálni. És akkor fog aktiválódni, hogyha erős hangon csörög. Akkor ezt kapcsoljuk be. Akkor éljítsük meg. Nézzünk körül. Éljítsük ki, hogy milyen hangos a rádió hullám. De ami erős hullámot tartom, az... ez a sweeper megváltozik. És amikor ezt történik... egy hangossá fog válni, és akkor csörni kezd. Szóval kiabáljak, hogyha már megtaláltam azt a bugot.
gyors. Nem, ez nem az. Ez a másik. Na és akkor rá kell gatolni a csekre. De nincs így hallgató eszköz. Ez a specialitása, hogy jöjjét hozzá. Nem, ebben nincs. És most? Az majd mi? Ez egy videokamera, de nincs benne a szalagozás köz. Miért fel akar nőni? Hús kell lenni. Vajon mi van? Mit észlelhetett? Az a tévés dolog, amiről beszélt. És nem fog ilyet fejteni. És most ezt! Ez a Teddy Moci. Ez is észlelje a rádió hullámot. A medve szeme. Rádió hullámot tartalmazhat. Biztosan abban lehet az eszköz. Le kell venni a medvét. Ilyen szakos, azt le kell vetni. Emiatt aggódj. Na, itt van egy kamera. Egy miniatűr kamera. És több is lehet. Egy adó van benne, időzítéssel. Igen, adó webről is van benne. High-tech is. Kamera. Szóval ez a Blush Maciban volt a med... az a kamera. Ez egy CCD-s kamera. Én biztosan ilyen cégek miért szokták használni. Egy, tehát videókamera. Elemmel működik. De nincs rajta a videókazettól. Nézd csak a kamera része. De amit felvett, az bizony máshol lehet. Ami fel volt véve, az a felvételezőhöz kerül, aki nem itt van. Az adó. Ez egy eszköz, amit használnak arra, hogy egy specifikus helyszínre kerüljön. Igen, időzítő is van benne. És az időt is megmutatja, hogy mikor történt. És 8 órakor kezdődhetett és egy órára felvette. És akkor ért véget a ceremónia. Meddig lesz ez a medve ott? A gyilkosság napja óta lehetett ott. Akkor lehet, hogy... Lehet, hogy ez a kamera felvette a gyilkosságot a kutatára. Hát az bizonyan felvette a bűnösséget is. Amit bizonyan a B-gyilkos tehetett.
De ki adta ezt az ajándékot Kolidának? Azt nem lehet tudni. De valakinek van videója arról, hogy mi történt az este. Hát te kidejthetnék, hogy ki volt az? Na, sajnos lehetetlen. Mert a rádió hullám bárhová el lehetett küldve. Azt a kamerát kérj, hogy adjam kölcsön. Elektronikus üzletekbe akar menni, hogy kidejtse ki vette. De az nem lehet, mert 9 óra már elmúlt. Még hogyha este is kell kutatnom, mert megtalálom az embert. Nyomozási idő elkezdődött. El is ment. De igaz. Jó ember ez az ápolatlom. Már meg is érkezett Edge-ről. Hallotta a beszéd is igen. Hát előre kell menni. Még meg kell találni. Tehát egy kémlő kamera volt a medvédén. Egy szerencség volt. Hát persze nem is tudom. Hát bárki is készítette azt a medve, elég drága lehetett. Ez kézzel által készített, és kevés volt egy exportálva ide. Amit maga, az a kamera, meg a adó, amit magával vett, az zsák utca. Bárhol vehették azt, de ez a medve más. De ez a medve mondhatja meg, hogy ki volt a vásárlója. Na, 9 óra van. Talán még időben odaérhet. Tehát magával veszi azt a medvét. Találkozunk később. Várj! Miért csinálod ezt? Hát igazán gyarázni. Hát most a következő kérdésre keresem a választ. Meg Hogan Kolidát, az igazi gyilkos. Gondolod, hogy Adrian Andrews? Hát nem tudném már. Kevés időm volt. Meg kell találnom az igazságot. Minden az igazsággal kezdődik. Van Kolidá igazi gyilkosa. Andrews múltja. A túlszejtő, aki kérte, hogy mentsen fel Engdahlot. És ez a kártya, Shelly the Killer. Maya. Az egyetlen volt, hogy megmentselek. Majd megtalálom a választ ehhez az ügyhöz. Nem tudom, mi a szándékod, de egy zsvöv. Meg kell találni az igazságot. Folytatjuk. Jó van, srácok, ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornámra, és nyomjatok egy lájkot. És a második nyomozás második részével folytatjuk. Sziasztok!